A bajnoki címvédő Sepsiszi két nap alatt kétszer is legyőzte a most jobban küzdő aradi Icsim csapatát, miután tegnap este a női kosárlabda Nemzeti Liga elődöntőjének második meccsén 85-68-ra diadalmaskodott a marosparti alakulattal szemben. Ezzel a sikerrel a zöldfehérek 2-0-ra vezetik a párharcot. A játéknap másik elődöntős mérkőzésén a hazai környezetben játszó Szatmárnémeti VSK kiegyensúlyozottabb első félidő után 75-58 arányban győzte le a brassói olimpia együttesét.